Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A hosszabbításban szerzett góllal győzött a kisvárdai futballcsapat. Megnyerte az atlétikai csapatbajnokságot a DSC és INSC. A mezőny első felében zárná a szezont a kisvárdai női kézilabda csapat. Vereséggel nyitottak a Szuperligában a nyíregyházi tekézők. Az Ózd ellen kezdik a bajnokságot a nyíregyházi férfi kézilabdázók. Hosszabbításban szerzett góllal győzött a legutóbbi fordulóban a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttes a Békés Csabát fogadta, és egy-egyes félidő után 3-2-re vert ellenfelét. Ugye ezt a mai találkozót magasan meg kellett volna nyerni a helyzetek alapján, rengeteg helyzetet sikerült kialakítani, annak ellenére, hogy a Békés Csaba korábban nagyon kevés gólt kapott, és most is szervezetten védekeztek, annak ellenére rengeteg helyzetet kialakítottunk, jól kezdtük a találkozót, rögtön két helyzettel nyitottunk, utána semmiből kaptunk egy 11-est, ugye, amit értékesítettek, az egy kicsit sokkolta a csapatot, de aztán egy olyan negyed óra után fölállt a csapat újra, és akkor támadás hátán vezetett, voltak nagyon szép támadások, viszont ott a befejezésekkel szintén akadtak problémák, valamint hát hozzá kell tenni, hogy az ellenfél kapusa az parádésan védett a mai napon, és a második fél időben is nagyon sokat tettünk azért, hogy helyzeteket alakítsunk, ezek meg is voltak, de ezeket sajnos nem nagyon sikerült értékesíteni. Megszereztük a vezetést, és magabiztosan játszott a csapat, ekkor megint jött egy semmiből egy büntető, és az megint nyíltá tette a mérkőzést, de a játékosok utolsó utáni percig is mentek, nagy akarattal futballoztak, rengeteget tettek azért, hogy megnyerjék ezt a találkozót, és az erőfeszítésüket siker koronázta, és az utolsó utáni percben meg tudtuk nyerni a találkozót, ami akkor lettem a csalódott, ha nem tudjuk ezt a találkozót megnyerni a helyzetek alapján, meg a játékképe alapján. Annak ellenére, hogy voltak fordulópontok a mérkőzésben, de én úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzést, és már hamarabb el lehetett volna dönteni a találkozó sorsát, amennyiben egy kicsit pontosabbak vagyunk az ellenfél kapu előtt. A legutóbbi fordulóban is a hajrában szerzett gólt a csapat, akkor az 1 pontot ért, most a hosszabbításban szerzett gólt, ez plusz 2 pontot, összesen 3 pontot ért. Mit jelez ez, vagy milyen tartású tanúskodik? Ez egyértelmű, hogy mentálisan erős a csapat. Ezt mondtam nekik a múlt héten is, ugye, hogy egy olyan mérkőzésen nem adtuk fel akkor sem az utolsó utáni percig, amelyiket szintén meg lehetett volna nyerni Cegléden, mert megvoltak a helyzeteink, ott is már az elején a kapu torkából rúgtuk már a labdát. Tehát ez jelezte, hogy a csapat mentálisan nagyon erős, hogy ment az utolsó percig, és meg tudta legalább az X-et hozni, most pedig ugye ez a győzelemhez kellett, és az jó volt, hogy a múltkor tudtunk X-elni, mert az nagyon nagy erőt adott a mai mérkőzésre és a játékosoknak. Ha egy edzőbe küld egy játékos percekkel a meccs végelőtt, és azt a játékos szerzze a győztes gólt, akkor mindent mondhat. Te mivel küldted a pályára Vári Barnabást? Hát most igen, most utólag mindenki azt mondja, hogy persze utólag könnyen lehet mondani, meg kell kérdezni a Barnát, annak ellenére, hogy beszélnék vele. Mondtam a Barnának, hogy Barna menjen be, ott legyen a kapu előtt, és kell egy gól. Benne van a gól. Sikerés, hogy épp a Barna lőtte, ez külön öröm természetesen, de az volt a célunk, hogy mert mind a két játékos, a Brana is és a Lukács is inkább elmozgott, és azt kértük a Barnától, a Váritól, hogy ő maradjon bent centrumba, ha jön a beadás, vagy bármilyen lecsorgó, akkor azt ő ott legyen, mert a Barna tulajdonképpen nagyon jó tulajdonsága, jól érkezik a kapu elé, itt az edzéseken is bizonyítja, és ezt vártuk tőle ezen a pár percen tulajdonképpen. Többször mondtam, hogy mindig csak egy mérkőzésre tekintesz előre, a következő fordulóban a Vác ellen idegenben Budapesten a TTV pályán játszik a csapat. Mi kell ahhoz, hogy ismét 3 pontnak örülhessenek a kisvárdai szurkolók? Hát egyelőre azt kell, hogy örüljünk ennek a győzelemnek, mert ez szerintem nagyon nagy erőt tud adni a csapatnak. Viszont a jövő héten újra, tehát a héten is gyakoroltuk a helyzet kihasználásokat, a kapu előtti szituációkat, de úgy néz ki, hogy egy kicsit kapkodunk a kapu előtt sok esetben. Ez eredményezi azt, hogy a végére nehéz a találkozó. Békésebb a vezetett is a meccsen, aztán a hajráig úgy tűnt, hogy legalább 1 pontot elvisz Kisvárdáról, végül kikapott a csapat, mekkora a csalódottság benne, de miatt? Sajnálom nyilván a mérkőzés alakulása miatt, hogy nem sikerült ponttal távoznunk ennek a jó csapatnak az otthonából. Én úgy gondolom, hogy ilyen pillanatban a Kisvárda és az MTK kiemelkedik az MB2-ből. Nagyon komoly minőséget képviselnek az itt lévő játékosok. Nekünk ahhoz, hogy erre a szintre jutunk, rengeteget kell dolgozni. Ezért is sajnálom, hogy nem tudtuk megőrizni legalább az 1 pontot, és nem tudtunk egy nagyon értékes ponttal gazdagodni.
A mérkőzés alakulásához nyilván hozzátartozik, hogy volt szerencsénk, hiszen rengetegszer a kapusónak kellett hárítani, de ettől függetlenül azért tudtunk két gólt szerezni, tudtunk vezetni, fel tudtunk állni vesztes állásból. Ilyenkor meg kell tudni tartani ezt az egy pontot, akár rutinból, akár úgy, hogy olyan szituációkat alakítunk, amivel tudtuk lassítani a játékot. Ráadásul úgy érzem, hogy a mérkőzés végén már nem volt benne az, hogy a Kisvárda gólt szerezzen. Előtte volt rá lehetőség, akkor már nem voltak azért közel hozzá. A Békés Csaba ennek a mezőnek az egyik legnagyobb útú csapat, ebben ez azonban mi a cél, Csabán? Hát nem szeretnénk egy csapat lenni, szeretnénk minél közelebb lenni a feljutási pozíciókhoz. Most egy kicsit nehéz helyzetbe soroltuk és adortuk magunkat, hiszen két vereséget elszenvedtünk Zsinórban. Ráadásul a múlt héten ugye otthon hazai pályán, eddig nagyon kevés gólt kaptunk, most ezen a két mérkőzésen hatott, úgyhogy egy kicsit rendet kell tenni a fejekbe, és vissza kell találni a sikerek útjára. Sokkal többet kell dolgozni, ki kell javítani a hibákat, tanulni kell a hibákból, és nagyon sokat kell azért tenni, hogy újra sikeresek tudjunk lenni. Egy arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel járultak hozzá a nyíregyházi atléták a Nyíregyháza Debrecen vegyes csapat bajnoki címéhez, amelyel az együttes megismételte tavalyi szereplését. Azt mondhatom, hogy ez a verseny volt az, amikor az íre feltettük a pontot, hiszen már a versenyzőink a felnőtt magyar bajnokságon is jól szerepeltek, nem beszélve a nemzetközi szereplés, ugye Helebrand Máténak a világbajnoki 6. hely, illetve Szikszai Róbertnek az univerziádi 3. hely, és ez a nagy magyar csapat bajnokság, ahova 12 csapat kerülhetett be, és 12 csapat vett részt a döntőben. Szoros meccsen, szoros mérkőzéssel a Honvéd lett a második, és 30 valahány ponttal nyertünk a Honvéd előtt. Ugye a pontozás a csapatbajnokságban a döntőben olyan, hogy a győztes kap 12 pontot, aztán a 12. helyezett is kap egy pontot, tehát minden helyezésnek jelentősége van. A nyíregyházi atléták, ha csak az első 3 helyet nézzük, hogyan végeztek? Azt mondhatom, hogy egy első helyet sikerült szereznünk, de ez betudható annak, hogy már az idény vége van, és szeptember elején nem igazán a forma a legfontosabb, inkább a helyezésre mentek a versenyzők is. 5 második, 5 harmadik hely és számos olyan 1-8 között, illetve 3-8 közötti helyezés volt, ami nagyon sok pontot jelentett. De ez elegendő volt az ahhoz, hogy megnyerjük a csapatbajnokságot, hiszen a többiek kevesebbet teljesítettek. Mennyire más a hangulat egy ilyen versenynek, mint mondjuk egy egyéni bajnokságnak? Nagyon érdekes, mert minden csapat, vagy minden csapat edzője, vezetője számolja a pontokat, hogy hol kell még teljesíteni. Így voltunk mi is a Honvéddel, az első nap után szinte fej-fej mellett volt a két csapat, és a második nap tulajdonképpen az ugróink, a dobóink és a váltók azok, amik segítettek abban, hogy ezt a bizonyos 30 pontot pluszban megszerezzük a Honvédtől. Gyakorlatilag vége a szezonnak, itt a beszélgetés elején említetted a kiemelkedő eredményeket, összességében egy gyors értékelésben hogyan lehet mérleget vonni az idei szabadtéri szezont követően? Én azt mondom, hogy nagyon jó évet zártunk 2017-ben is, hiszen a világversenyeken ott voltunk, és elmaradt egy ifjúsági világbajnokság, ahol szintén volt versenyzőnk, és eredményt is érhetett volna el. A nemzetközi versenyek mellett a hazai magyar bajnokságokon szintén ott voltak a legjobbak között a tanítványaink, és ez a csapatbajnokság is bizonyítja, hogy két olyan vidéki bázis, mint Debrecen és Nyíregyháza meg tudja verni az ország más területen lévő atlétikai szakosztályokat, és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Bővítenünk kell természetesen a fiataloknak a létszámát, hogy legyen utánpótlás, és várhatóan lesz is utánpótlás, és győzni fogunk majd a versenyeken. Egy verseny még hátra van a szabadtéri szezonból, egy váltóbajnokság, hol, mikor és milyen számokat rendeznek? Ez a váltóbajnokság a magyar bajnokságok sorában az utolsó. Budapesten lesz, és ifjúsági 400-as váltóval, junior váltóval, 400-as váltóval indulunk, illetve a fiatalok közül a serdülők indítanak még 400-as, 400-600-as váltót. Nem tudom az esélyeket, mert a fiatalokat nem nagyon látjuk, hogy egy nyári szünet után milyen állapotban vannak. Bízunk benne, hogy itt is ott leszünk a döntőben néhány versenyszámban.
egy csapatbajnoki döntőben minden helyezésnek, minden pontnak nagy jelentősége van. Az Ugrósz akár 68 ponttal járult hozzá Debrecen-Nyíregyháza vegyes csapat győzelméhez. Milyen eredményeket produkáltak így a szezon vége felé a tanítványaid? Reménykedtem, hogy győzni tud a vegyes csapat. Úgy terveztük, egy picit izgultunk az első nap után, de aztán második nap végül is kiderült, hogy sima lett a vége. Igen, az ugrók közül úgy érzem, hogy senki nem állt úgymond fejre, tehát mindenki hozta azt, amit tud. Peti szokásához, nem Bakosi Peti a magas ugrást megnyert, továbbra is veretlen Magyarországon, meg ebbe az évben is. Emellett még bevállalta a hármas ugrást önszorgalomból, és ott is tudott egy ötödik helyet szerezni, ami pontban elég sok volt. Pár Robin természetesen, ahogy szokta, a távol hármas ugrásban harmadik és negyedik helyet tudott elérni. Zajász Petrak ugye Debrecenből igazolt, ő is hármas ugrásban második és távol ugrásban nyolcadik tudott lenni. Két fiatal ugró, az pedig hármas ugrásban tudott egy nyolcadik és egy kilencedik helyet, ami szintén sok pontot jelentett a végén. Tehát az össz eredményhez hozzájárultak ezzel a pontokkal. Ezzel a versennyel vége a szezonnak, vagy még egy picit edzésben maradnak a sportolók? Az ugrók azok végül is becsületesen végigdolgozták a nyarat. Néhány verseny, fiatal versenyző elment a szülőkkel egy-két hétre, de azon kívül végigdolgozták, látszott is végül is az ugrók teljesítményén. Most kapnak 3 hét pihenőt, és végül is október elején elkezdjük az alapozást a fedettpályás szezonra. A hétvégén Székesfehérváron elkezdi bajnoki szereplését az NB1-es kisvárdai női kézilabda csapat. Máté Fiester együttese a mezőny első felében szeretné zárni a szezont. Már nagyon várom, hogy elkezdődjön a bajnokság számunkra is, mert egyrészt jó, hogy volt egy hetünk, viszont nem igazán találtunk olyan edzőpartnert, akivel tudtunk volna edzőmeccset játszani, gyakorolni, ezért magunk között oldottuk meg ezt a kérdést. Ez lehet előny is, viszont Fehérvárra utazunk, a Fehérvár játszott egy jó kemény meccset a Fradival, tehát egy mérkőzés már a lábukban van, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek ebben az új szezonban. Gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy egy új csapatot kellett építeni a nyári időszakban, hol tart ez a folyamat? Igen, sok új érkezőnk van, annyi viszont pozitív dolog, hogy klasszis játékosokat sikerült igazolnunk, válogatott szintű játékosokat sikerült igazolni, van, akivel már korábban is együtt dolgoztam. Még nem állt 100%-osan össze a csapat, egy kicsit a kommunikációval is gond van, de napról napra haladunk, fejlődünk, és én remélem, hogy péntekig 100%-os állapotban lesz a csapat, és el tudjuk kezdeni a bajnokságot. Milyen kézilabdát fog játszani a Kisvárda? Hát elsősorban a nagyon kemény védekezést szeretem, tehát a határozott kemény védekezést. Ebben hatos falat is szoktunk védekezni, meg egy nyitottabb 3-2-1-es védekezést, ami elég kellemetlen tud lenni, amennyiben a lányok értik és jól teszik a dolgukat. Ebből pedig természetesen gyors lerohanásokat, gyors indítás gólokat, ezek a legkönnyebb gólok. És felállt Feller, azért szeretném, hogyha sokkal dinamikusabban tudnánk támadni, mint tavaly tettük ezt. Alkalmasak rá a játékosaink, tehát ebben az irányban készülünk. Mi a hivatalos elvárás a csapattal szemben? Mi hivatalosan nem tűztük ki a célt, ha már beszéltünk róla. Ez a pénteki mérkőzés előtt majd szerintem a sajtó tudomására is jut, de szeretnénk előrébb végezni, mint a tavalyi szezonban. Nagyon sok csapat nagyon megerősödött, tehát azért láttuk most itt már az első fordulóban is, hogy igen, komoly eredmények születtek. Nekünk mindenképpen előrébb kell végezni ebben a szezonban. Pénteken számotokra is elkezdődik a bajnokság. Milyen felkészülés után, milyen érzésekkel várod a rajtot? Egy nagyon nehéz felkészülés után már nagyon várjuk, főleg így, hogy egy hét csúszással kezdődik nekünk. Úgy érzem, jól sikerült a felkészülés, nehéz volt, de összekovácsolódott a csapat, reméljük ez majd a meccsen is látszani fog. Sok új játékos érkezett nyáron, a felkészülés kezdet előtt mondtad, hogy összekovácsolódtatok, lehet ezt érteni a pályán és azon kívülre is? A pályán kívül mindenképpen, a pályán nyilvánvalóan vannak még apró csiszolások, de reméljük a küzdeni akarás, ez tovább lendíti a csapatot. Válogatott és válogatott szintű játékosok érkeztek, érzitek, hogy nagyobb az elvárás felétek, mint az elmúlt szezon elején, amikor azért újoncként vágtatott neki a bajnokságnak?
Szerintem nem csak felénk van elvárás, hanem mi is jobban szeretnénk teljesíteni, mert érezzük mi is, hogy erősebb a csapatunk, és hát állunk elébe a feladatnak. Személy szerint mivel lennél elégedett a bajnokság végén? Fú, hát erre nehéz most még válaszolni, mert egyenlőre az első fordulóban történt meccsek elég nagy gólkülönbségek voltak, és hát szeretném azért a jó erős középmezőnyben tudni a csapatot. Rutinos játékosként ez már sokadik nyári felkészülésed volt, ez a kisverdei milyenre sikeredett? Úgy gondolom, hogy mivel új csapat vagyunk és sok új játékos van, nyilván az első perctől kezdve nem állt össze az egész csapat, de folyamatosan építkezünk, meg folyamatosan haladunk, meg egyre jobban összecsiszolódunk. Ugye most majd az első bajnoki meccsünket le is fogjuk játszani, szerintem mindenki nagyon várja, azt tudni kell, hogy ez egy felkészülési meccs, ez teljesen más, mint egy bajnoki meccs. Itt azért itt már tényleg élesbe mennek a dolgok, tehát nincs annyira lehetőséget hibázni, és tényleg a legjobbat kell nyújtani, úgyhogy várjuk nagyon. Milyen a kapcsolat a két kapustársaddal? Mindenki jó a kapcsolatom velük is. Teljesen más stílusúak vagyunk, de úgy gondolom, hogy emberileg nagyon jól megtaláltuk az összhangot, és egy csapatnak tényleg ez a lényeg, hogy mindig legyen egy kapus, aki jól játszik a kapuba. Nagyon sok csapatnál jelentős változások voltak, így a bajnokság elején még nem nagyon lehet pozícionálni, ki hova érhet oda, te azért hova várod a Kisvárdát? Én nagyon remélem, hogy mi egy meglepetés csapat leszünk, nagyon jó játékosaink vannak, karakterek, és tényleg ennek idő kell, hogy összeérjen, de úgy gondolom, hogyha mi tényleg jól fog alakulni a sorsunk, és a munkát azt belerakjuk ugye itt a pályán, meg az edzőterembe, meg az bele is volt már rakva nyáron is. Én nagyon remélem, hogy mi egy meglepetés csapat leszünk, és minél előrébb fogunk végezni. Nem szeretnék helyezést mondani, mert nem láttam még az összes csapatot, hogy most tényleg ki milyen erőt képvisel, de úgy gondolom, hogyha mi a saját játékunkat fogjuk tudni játszani, akkor elég jó helyen fogunk tudni végezni a év végén. Nagyon sok helyről, sok országból, sok kultúrából érkeztek a játékosok, most nem is a kézilabdát, ez a pályán kívüli élet milyen itt Kisvárdán. Barátságos városban élünk, én úgy gondolom, én is vidéki lány vagyok, úgyhogy nekem nem újdonság, nyilván éltem már sok nagyvárosba, de nagyon jól érezzük magunkat, és tényleg csak a kézilabdával kell foglalkoznunk, és ez mindenféleképpen jó. Úgy gondolom, hogy különböző stílusú emberek vagyunk, de valahogy én is játszottam már szerb játékosra, szlovén, ukrán játékosokkal. Nyilván mindenkinek más stílusa van, de attól lesz jó egy csapat, hogy különböző emberekből áll, és különböző típusú emberekből áll. És ha ezt is a pályára tudjuk vinni, ezt a vehemenciát, amivel mondjuk egy délszláv mentalitású játékos rendelkezik, mi meg magyarok úgymond a biztonsági játékkal rendelkezünk, tehát mi meg az erős kézilabdát erőltetjük. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg jó csapat jött össze, jó emberekből áll, jó személyiségű emberekből, és remélem, hogy ez ki is fog ütközni egész évben. Vereséggel kezdte a szezont a Nyíregyházi Teke Klub szuperligás együttese. Az NTK a BKV előre otthonában kapott ki 6-2-re. Tudtuk előre, hogy egy olyan 30 fán belül lesz a csapatfa arány a két csapathoz viszonyítva, de azt nem lehetett előre megjósolni, hogy melyik csapatnak lesz több. Sajnos most nekünk volt kevesebb. Rögtön az első sorban, mivel 6-sávos pályáról veszünk, 3-an mentünk fel a pályára, Mogyorosi Péter, a Szlovenszki Attila, illetve jó magam. A feladat az volt, hogy a Peti is megszerezze a pontot, illetve én is, és a Szlovenszki Attilának megtartania kellett a hazaiak egyik legjobb játékosával a lépést már amennyire tudta. Sajnos az Attilát fél idő után cseréltük, még azt lehet mondani időben, a hetei Alex lépett dobóállásba, még a Mogyorosi Péter az első szett után sok fát kapott, és mégis vissza tudta tornázni magát, azon az utolsó néhány dobását elrontotta, és 5 fával alul maradt az ellenfelével szemben, míg nekem magabiztosan sikerült a csapatpontot megszereznem. Akkor már érezni lehetett, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. 2-1-re a hazaiak vezettek, és csupán 10 fa előnyük volt, tehát abszolút minden lehetséges benne volt ebbe a forgatókönyvbe, a mostani mérkőzésbe. A Szegő Leventének, a Kastura Zsoltának, illetve a Kedezsőnek az volt
volt a feladata, hogy legalább kettő játékosunk pontot szerezzen, és a csapatfát magunk javára fordítsuk. Ennek megfelelően a Szegő Levente végig jól tartotta magát, és az utolsó szedjében nagyot hajrázva megszerezte a csapatpontot, míg a Kastura Zsolt tartotta a lépést a jobb ellenfelével szemben. Azonban a Hakkerdező 90 dobásig maga biztosan vezetett. Úgy nézett ki az utolsó 30 dobásnál, ahol egy fó volt a hátrányunk, hogy akár a mi javunkra is eldőlhet ez a mérkőzés, de akár a 4-4-es döntetlen is könnyedén meg lehet. De a Dezsőnek nem úgy sikerült a tarolása, az utolsó 15 dobása, hogy azt szerettük volna, és így fordulhatott elő, hogy a hazaiak elvitték előlünk a két pontot. Most olyan mérkőzések következnek, amelyeket gyakorlatilag edzésre használhattok fel. Hétvégén rögtön a lépszalakra a tavalyi bronzérmeshez utaztok. Mire lehetnek jók ezek a meccsek? Mivel most majd kezdünk a Répcelak ellen, utána majd jön a két évvel ezelőtti bajnok Szeged, majd a Győr, illetve az Alegerszeg, tehát ezek valóban csak felkészülési mérkőzések számunkra. Mindenképpen kihasználjuk a lehetőséget, hogy a most visszakerült játékosaink is játék lehetőséget kapjanak, abszolút felszabadultan tudjanak majd gurítani. Természetesen nem szeretnénk mindenhol 8-0-ba beleszaladni, bár könnyen benne van ezekkel a játékosokkal, a profi játékosokkal szemben, de azt lehet mondani, hogy nekünk ezen túl kell lenni, ezen a 4 mérkőzésen, és úgy felkészülni ebből, hogy majd a Kaposvárra utazó elmaradt mérkőzésünket, mikor majd október elején játszunk, akkor már valóban mindenki a legjobb formáját nyújtsa, és azok a játékosok is átessenek a tűzkeresztségen, ami már régen volt számukra. Visszatérve a BKV előre elleni meccshez, ugye a felnőtt csapat veresége szenvedett, viszont örömteli a fiatalok nyertek. A fiataloknál is azt lehet mondani, hogy a fejlődés jelei látszódnak, és még szuperligás mérkőzésen soha nem sikerült nekik győzelmet aratni, úgyhogy nagyon-nagyon örömteli dolog volt, hogy nem is rossz csapatfával, és sikeresen 4-0 arányban megverték idegenbe a BKV előrét, úgyhogy azt lehet mondani, hogy bízunk benne, hogy számukra is majd egy erős középmezőnyt hozhat majd ez a bajnokság, és tovább tudnak majd fejlődni a fiataljaink. A nevüket azért mindenképp említsük meg, hiszen előbb-utóbb remélhetőleg majd láthatjuk őket is a felnőttek között. Igazából 4 utánpótlás játékossal indultunk neki, az erős Adrián, illetve most a Bíró Zsolt, aki Debrecenből igazolt át hozzánk, és mellette még ott van az ifjabb Ráski János, illetve a kis Cinge Attila, úgyhogy azt lehet mondani, hogy 4-ükre három majd a feladat, hogy a jövő csapatát alkothassák. Természetesen nagyon sok mérkőzés vár még rájuk, de úgy látszik, hogy emberileg már sikerült mindenkinek beilleszkedni a csapatba, és bízunk benne, hogy eredménybe is most már jönnek a minél szebb eredmények tőlük. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben. A Nyíregyházi KC célja a legjobb 6 közé kerülés a keleti csoportban. A munkának az ömét úgy érzem, hogy sikerült elvégezni. Kisebb-nagyobb sérülések azért nálunk is előfordultak, néha variálni kellett az edzés munkában, de úgy gondolom, hogy ami fő részt és amit szerettünk volna, azt összeraktuk, megcsináltuk. Az utolsó 1-2 hét az már lényegében a taktikai dologról szólt, és az Ózda való félkészülésre. Tehát a hétnek is az a fő szempontja, illetve a tematikája, hogy az Óznak a játékát próbáljuk jellemezni, és arra próbálunk megfelelő taktikát összeállítani. Milyen csapatot szeretnél látni a pályán? Mi a te arcpolitikád a kézilabdát illetően? Mivel egy fiatal csapatról van szó, tehát mindenféleképpen szeretnék egy harcos és egy agresszív védekezést és játékot támadásban. Védekezésben legyenek ütközések, faltok, kilépések, amit szeretnék, és ebből kontrajátékot, gyors játékot, gyors lerohanást, és felátfal ellen pedig széles játékot. Én úgy gondolom, ez benne van a fiúkban. Itt az a kérdés, hogy a mérkőzésen mennyit fognak tudni megvalósítani, és mennyire lesznek készek fejbe. Koruknál fogva úgy gondolom, hogy lesznek még azért hullámvölgyek benne a játékba. A rutin szerintem az még egy picit az Ózjavára billen, de úgy gondolom, hogy megfelelő cserével és a megfelelő koncentrálással szerintem ott tudunk lenni velük partiban. Az edzőmeccseken egyébként mit láttál viszont az általad kértekből? Vegyes volt a kép, itt a végjátékban, tehát a Szászhalombattai tornán ott már nagyjából azokat a dolgokat láttam, amiket szeretnék majd a bajnokság folyamán látni. Az utolsó edzőmérkőzésen az Algéröken sajnos ott nem tudtuk véghez vinni, hisz 3 sérültem is volt, ott teljesen más szerkezetben és más felfogásban kellett játszani. A sérültjeim még sajnos még azok még mindig vannak, bízok benne, hogy a hétvégi bajnoki kezdésre fogják tudni vállalni a játékot, természetesen nem erőszakból és nem erőtek.
sérülgetésből, akinek olyan lesz a sérülése, az akkor pihenje ki. Hosszú bajnokság, tehát nem az első bajnoki mérkőzésen kell mindenkinek top formában lenni. Én úgy gondolom, hogy minden poszton most van két játékosunk, meg tudjuk oldani a cseréjüket. Én bízok abba, hogy az első bajnoki fordulót mindenképp el fog dobni, és egy kicsit inspirálni fog arra, hogy ne 100%-ot, hanem 110%-ot adjon ki, hisz új játékosok vannak, új környezetben vannak, egy kicsit úgy gondolom, hogy bizonyítani is akarnak a régi klubjuk felé, és ezt próbáljuk majd egy kicsit a saját oldalunkra billenteni. Mi a hivatalos célkitűzés, és te mivel lennél elégedett a bajnokság végén? A célkitűzés az az első 6 hely közül bármelyiket megszerezni. Én szeretnék azért ott a negyedik helyig felkúszni, de hogy előrébb leszünk, az se lesz probléma. Természetesen nagyon hosszú bajnokság elé nézünk, itt tényleg azon fog múlni az egész, hogy sérülés hullám nem fog bennünket elkapni, ha nem, akkor szerintem egy másfél-két hónap kell még, míg összerázódik a csapat, és utána már szerintem azt a játékot fogja játszani, amit elvileg szeretnék, és a tavaszi szezonra fog szerintem kompletten úgy összeállni a csapat, hogy a céljainkat, amiket szeretnénk elérni, az biztosítva legyen. Mindenféleképpen azt várom a fiúktól, hogy mindenki hajtsa ki belül magát, és egy jó játékot játszunk. Én per pillanat hazai pályát, mindenki azt mondja, hogy hazai pálya a saját oldalra billen. Én azt mondom, hogy jelen körülmények közt a bajnokság, az NB1B keleti csoportja nagyon erős. Itt nem mondhatni azt, hogy hazai pálya és idegenbeli pálya, nincs gyenge csapat és erős csapat. Egyedül a Balmazlók egy kicsit visz, tavaly még NB1-es csapat volt, a többi csapat viszonylag azonos erőből, azonos játékerőt képvisel, és itt tényleg azon múlik, hogy a pillanati forma mit fog hozni. Sokadik felkészülésed már az a nyíregyházi klub színeiben, sok újat gondolom nem tudtam mutatni, de mégis milyen volt ez a nyár? Úgy gondolom, hogy a felkészülés elérte a célját, ugye új edző, új társaság, kicsit színesebb volt a felkészülésünk, ezáltal, hogy Jani lett az edző, színesebb feladatokat tett bele az edzés munkába, és a futómennyiség is kicsit több volt, ami szerintem nem vált kárunkra. Egy alakuló új csapatnál fontos, hogy a pályán is azon kívül is jó közösség kovácsolódjon, hogyan áll ez a folyamat? Úgy gondolom, hogy hál' Istennek az új emberek elég hamar beéleszkedtek, úgy a kézben belül és a kézben kívül, magánéletben is. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon egyben van a társaság, és hál' Istennek az edzés munkán is ez látszik, és remélem, hogy a meccseken is ez fog látszani, hogy nagyon egyben van a csapat. Milyenek voltak a felkészülési meccsek, hogyan éreztétek magatokat a pályán, mennyi jött vissza abból, amit az edző kért tőletek? Nyilván voltak gyengébb meccseink is, az első egy-két meccs, voltak nagyon jó meccseink, többek között az AG válogatottra gondolok az utolsó meccsre, hogy leiszeltünk velük, azért egy nagy csapatról van szó, és jó csapatról van szó. Nyilván a Jani szemszögéből kéne ezt majd megkérdezni, az én szemszögemből azt gondolom, hogy a játék stílusunk nagyon egyezik az új játékosokkal, ezáltal nem sok dolgot kellett választatni a Janinak, úgy, ahogy nekem sem, mint irányítónak, vagy esetleg mint Csékának. Én ezt úgy gondolom, hogy a csapat és az edzők közt is a munka elég jó működik, és elérte a célját a meccseknek szerintem. Milyen bajnokságra számítasz? Ugye az elmúlt években a nyíregyházi csapat rende ott volt a dobogón. Most viszont egy olyan bajnokság lesz, amely után összevonják a két csoportot, tehát gondolom senki nem akar majd egy gyengébb csoportba kerülni, úgyhogy gondolom minden meccsen nagyon nagy harc lesz a pontokért. Így van, és ezáltal mondom én azt, hogy vagy gondoljuk mi a csapattársakkal is, hogy a legerősebb bajnokság lesz. Eddig minden évben ezt mondtuk, hogy a legerősebb, de most szerintem tényleg. Ugye a tavalyi csapat, tavalyi bajnoksága, a Fradi, az nagyon elvitte a bajnokságot, a másiktól lefele szerintem bárki lehetett, akár hatodik, akár második. Na most ez annyiba változott, hogy az elsőtől szerintem a nyolcig bárki lehet. Úgyhogy ezáltal mindenki megerősödött. Most nem sorolok fel csapatokat, de úgy, hogy mi is megerősödtünk, úgy, ahogy a másik két, három, négy csapat is felerősödött. Én ezt úgy gondolom, hogy ha teljes mértékben elvégzik az edzés munkákat, akkor mi is előré végezhetünk a tavainál. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!